Hogy képzelted el magad 10 éves kislányként? Cirkuszi artista leszek, és még nem is volt szó a légtornáról egyáltalán, hanem hogy csak én is szeretnék a cirkuszban lenni. 4 éves koromtól balettoztam, aztán az, amikor már unalmasá vált, akkor ritmikus gimnasztikába kezdtem, és akkor onnan jelentkeztünk az artista képzőben. Emlékszem, amikor 3 hónaposan 4 kézláb kúsztál, és akkor kétségbe esve rohantunk a házi doktornénihez, hogy nem normális a gyerek. El kellett vinnünk ortopédiára, és ott, aki megvizsgált, azt mondta, hogy anyuka, ennek olyan tökéletes csontozata, ízülete, izmai vannak, hogy egyszer majd artista lesz, meglátja. Az, ami vonzott téged a cirkuszba. Kiállok a porond közepére, a számom után, és az emberek tapsolnak. Ami már csak csillogás kívülről, és egy gyönyörű produkció, az itt fizetődik meg a belerakott sok év munka, a erőfeszítések, a lila foltok, a felszakadt tenyér. Ez rettenetes volt. Itt kiugrottam. Itt mindig azért izgultam, hogy ne izgulj annyira. Ezt tudtam, hogy ez mumus. Hát itt leesek, úgyhogy... Na, tehát egyszer lehet? Hát igen. Jó, bemelegítesz aztán. Mindjárt kitekered. Egész 10 évet, amit ő végigcsinált az artista képzőben, hogy reggel 6-tól neki minden nap indult a nap, általános iskola, délután próba, este haza, tanulás, ezt ő olyan akarattal, olyan alázattal csinálta, hogy nagyon sokszor, amikor én kivoltam valamiért, elszégyeltem magam, hogy itt van a 11-hány éves gyerekem, aki minden nap teszi a dolgát. Hát ez benne van, a pokliban. Európában nem nagyon volt ilyen szám, és nekünk nagy céljaink voltak, hogy akkor ilyen fesztiválokra eljutni, meg hogy minél több helyen dolgozhassunk. Itt mindig mondtam a Reninek, hogy kapj el! Ezt kaptuk az artista képzőtől is mindig, ezt mondták, hogy ide meg oda tudunk majd elmenni ezekkel dolgozni. Más képzetem nem is nagyon volt, hogy fog majd kinézni az életem további része. Igen, ezt láttam akkor még. Kaptunk egy szerződést Angliába egy cirkuszhoz. 2011-ben volt, ez február közepén. Mi történt azon a bizonyos napon? Ugyanúgy csináltunk mindent, mint az elején, és körülbelül a felénél egyszer csak ez a tartócsomó, ez kibomlott. Van a drótkötélnek egy hangja, ahogy végig szalad a csigán. Abból ott úgy rögtön lehetett tudni, hogy ezt, hogy nem mi rontottunk el valamit, hanem hogy az egész így elkezdett leesni. Ez a 6 méteres esés, ami valószínűleg egy pillanat, azért az nagyon élénken bennem van, ahogy tényleg, mint hogyha így lassított felvételbe látnám saját magamat kívülről, ahogy így esek le. Mi fut át az embernek, egy artistának a fején az, hogy élek, az, hogy épségben vagyok-e, az, hogy úristen, ezt mindenki látta. Tudod, a hátsó, a backstage részre vittek, és akkor az utánunk lévő számmal ment is tovább a műsor. Csak a bal lábam, semmi másom nem fájt, és akkor én ezt így próbáltam tartani is, így a saját kezemmel, mert úgy éreztem, mintha csak kifordult volna a térdem. Annyit kértem ott, akik ott így jöttek-mentek körülöttünk, hogy valaki tartsa a lábamat, mert hogy én már nem bírom tartani, de hogy senki nem mert hozzányúlni. És nem értettem, hogy miért, és az ott nagyon rossz volt, hogy kicsit úgy éltem meg, mintha nem akarnának segíteni. Miután utólag kiderült, hogy nyílt combcsontörésem volt, így már megértem abszolút. Felépő ruhában voltunk, úgy is vittek be a kórházba, és akkor ott az egyik nővérke megjelent egy hatalmas ollóval, hogy akkor ő most levágja rólam a ruhát.
És akkor kezdtem el sírni, hogy ne vágják le a ruhámat, mert akkor nekem nem lesz másik. És akkor mibe fogok majd fellépni? Egy pénteki napon műtöttek meg, ez biztos. Az ilyen szerda csütörtök nekem teljesen kiesett. Valószínűleg annyira be voltam gyógyszerezve, hogy teljesen el voltam kábítva, úgyhogy tényleg semmire nem emlékszem. A második műtét után láttam a lábamat. Úgy tudom megfogalmazni tényleg, mint hogyha egy ilyen cápatámadás ért volna inkább, mint hogy valamilyen törés. Lemez volt az egész combcsontomon, és akkor azt csavarozták be 14 helyen. Ott már inkább voltam kétségbeesve, hogy akkor innentől kezdve mi a következő lépés, mert akkor már ugye jobban tudatomnál voltam, mint az előtte lévő napokban, és hogy így teljesen nem tudtam mozgatni a lábamat semennyire. Mire én már kijöttem a kórházból, addigra tovább is költözött a cirkusz. De valaha kerestél hibást? Megvan, hogy ki köthette azt a csomót, amelyik kibomlott. Ez egy nagyon nehéz ügy volt, évekig pereskedtünk is emiatt, de végül nem lehetett egyértelműen rá bizonyítani. Attól sem lett jobb, mert kijelöltem magamnak egy idézőjelben egy bűnöst. Attól függetlenül ugyanúgy ott feküdtem, és nem tudtam mozogni. Úgyhogy én azért ezt próbáltam minél hamarabb helyre tenni magamban, hogy ne haragudjak folyamatosan, mert az rajtam nem segít. Milyen volt az első találkozás itthon? Kiemelték a buszból, nem tudom, 41-nehány kilóval, egy szupermenes sapka a fején, egy hatalmas nagy gipszben, csontszoványan, vigyorogva fogta a sapkát, és mami, megjöttem. Ott aztán mind a ketten, a férjem és én is fordultunk elő, nem is tudja, hogy mi zokogtunk. Bekerültél az itthoni rehabilitációba. Milyen volt az első találkozás az első orvossal, aki látta a műtétet? Ez az orvos mondta azt, hogy én ezt már nem tudom folytatni. Még csak nem is nekem címezve, hanem az asszisztensének. Ő kérdezte tőlem, hogy mit csinálok most. Mondtam neki, hogy hát most jelenleg diák munkára tudok elmenni, mert visszavett ugye az artista képző még egy évre, és akkor mondta neki ez a főorvos, hogy hát ezt már úgysem fogom tudni csinálni. Az fontosabb volt, hogy bennem mi van. Hogy én ezt nem hagyom. Hogy ment a rehabilitációt? Fokozatosan tudtad meg, hogy mire vagy képes? Nagyon hullámvölgyekben ment az egész, mert az elején még nagyon-nagyon lelkes voltam, hogy én ezt fogtam csinálni, de aztán hát nyilván jöttek az akadályok, amikor nem hajlott a térdem. Mankóval tudtam csak közlekedni, csak az, hogy az ember elmenjen a mosdóba, már nem volt egy egyszerű feladat, hogy az ágyból fölkeljen, hogy felszedje magát a mankóval, kivenni, visszajönni, szóval az egész minden egy ilyen macera lett ahhoz képest, hogy én milyen élettempóban éltem. Túl kellett lépni ezeken, hogy két mankóval, aztán már csak egyel, aztán meg már csak bicegve. És mit csináltál, ha kérdeztek, ha néztek? Ez még a mai napig egy ilyen nagyon rossz pont, hogy az emberek bámulnak. Ha egy kicsit is kilátszódik a heg, akkor már olyan megvetéssel, meg ilyen kérdően tudnak nézni rám, hogy nekem így újra végig pörög az egész baleset. Volt, aki segítsen neked? Anyukám biztosan egy ilyen pont volt. Nagyon sokat masszírozta a lábamat, hogy behajoljon. A véralvadás gátlót is ő szúrta még nagyon sokáig. Azon együtt sírtunk, amikor nekem azért, mert fájt, ő azért sírt, mert én sírtam. Nyilván anyukám felé próbáltam jobban tartani magam, a tesóm felé már inkább lehettem őszintébb. Szerintem neki sokkal mélyebben tudtam ezeket elmesélni. Amikor úgy tényleg lehetett a balesetről beszélni, szerintem egy év legalább eltelt. Nagyjából
akkor kezdett benne így feloldódni, vagy így foglalkozni ezzel, tehát hogy ez ne egy elnyomás legyen, amikor elkezdett tanítani. Pályád elején, akkor, amikor tényleg elindulna minden, akkor tulajdonképpen jön egy hosszú, több éves rehabilitáció. Igazából a csúcspontra nem tudtál eljutni. Hogy született meg mégis az, hogy bejövök ugyanoda, ugyanabba a manésba, ugyanabba a terembe, csak más funkcióba, hogy tanítani? Én mindig is így gondoltam, hogy majd az artista pályafutás végén majd tanítani szeretnék, ami hát nyilván így egy kicsit hamarabb következett be, de hogy egy percig sem bánom, hogy ez végül így alakult. Hogy versenyeztetem a tanítványaimat, azt szeretem, hogyha én rakom fel a karikát, én szeretem ezeket biztosítani, mert akkor tudom, hogy jó helyen vannak, és biztosan nem fognak leesni. Jobban. Sokkal jobban ki tudok így bontakozni, hogy átadom a tudást, és nevelgetem a tanítványaimat, úgyhogy most saját magamat építsem. Ez visszafele is működik, ahogy ők fejlődnek, ahogy ők érik el az jobbnál jobb eredményeket a versenyeken, az épít engem is. Nekem fantasztikus azt látni, ahogy készülnek egy versenyre, ahogy bemennek a színpadra, és az a tudás, amit ők előadnak, a gyakorlat első másodpercétől az utolsóig, azt mind tőlem tanulták. Már nem látom magamat annyira a porondon. Akkor lehet azt mondani, hogy már nem repülsz. Repülök, csak kicsit alacsonyabban. Volt egy percig is kérdés, hogy te az álmodat feladd? Nem, mert tényleg nem szeretek mással foglalkozni. Azt szeretem, hogyha edzős ruhában lehetek, hogyha valahonnan lóghatok. Ha valami újat mindig tanulhatok. Hogyha csak 90 fokban tudom behajlítani a lábamat, akkor olyan lábbal fogom csinálni. Hogyha van egy cél, amiért mész, akkor azt nem szabad soha feladni.